A gyermeket nevelő szülők számára a személyi jövedelemadót visszatéríti a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az igénylésre szolgáló dokumentum már letölthető a hivatal online felületéről. A visszatérítést az veheti igénybe, aki 2021-ben akár egy napra is családi kedvezményre volt jogosult és összevont adóalapba tartozó jövedelmet szerzett. Minden családi kedvezményre jogosult gyermekes szülőnek jár az adó visszatérítés, azaz a gyermekük után családi pótlékra jogosultaknak a kedvezmény a gyermeküket közösen nevelő szülők közül mind a kettőt megilleti, és a családi kedvezményre a magzat után a várandóság 91. napjától jogosultaknak és a várandósnő házastársának is. Azok is jogosultak a visszatérítésre, akik egy háztartásban élettársi viszonyban nevelik gyermeküket. Van ennek az adóvisszatérítésnek egy felső határa, ami 809 ezer forint, ez egyébként a 2020 decemberi adatok alapján számolt éves átlagbérnek a személyi jövedelemadó tartalma. Az adóhatóság 2022. február 15-ig automatikusan utalja a visszatérítést, akinek a munkabéréből levonták a személyi jövedelemadót. Nekik nincs teendőjük az igényléssel. Azoknak, akiknek az adatait nem ismeri az adóhatóság, nyilatkozatot tehetnek december 31-ig. Ha valaki a jelzett időpontig nem tesz nyilatkozatot, ők a személyi jövedelemadó bevallásukban kérhetik a nekik járó összeget. Az adóhatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy november 2. hetére töltődik fel a rendszerre, várhatóan minden szükséges adat a visszatérítés igényléséhez, így ha valaki ellenőrizni akarja ezek helyességét, azt ügyfélkapuja segítségével megteheti.